Szeretettel köszöntök mindenkit péntek esti mozaikunkban. Gondolom már eléggé kimerültek a hét alatt, igazán jól fog esni mindenkinek a hétvégi kikapcsolódás. Mai műsorunkban mi is hétvégére hangolódunk gitárszerzeménnyel, filmajánlóval és finom recepttel. Ám hétfőn egy újabb munkahét kezdődik mindenki számára, így kezdésképp a munkaerőpiacra látogatunk, és megnézzük, mit tehet a munkaadó és munkavállaló mindazért, hogy egy kiegyensúlyozott munka a helyi légkör teremtve elégedetten zárjon mindkét fél egy-egy munkanapot. Mi jelent ma ösztönzést az alkalmazottak számára? Mire figyeljen a munkaadó? Hogyan érezhet sajátjának a munkavállaló egy adott vállalkozást? Rögtön kiderül, mit gondol mindenről mai vendégünk Sándor Béla, nemzetközi üzleti stratégia és digitális transformáció tanácsadó, akit nagy szeretettel köszöntök köreimben. Köszönjük szépen a meghívást, köszönjük szépen. Most zajlik, illetve zajlott tegnap és ma Marosvásárhelyen a harmadik Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferencia. Igen. Ennek keretében ön is előadott, és mi megragadtuk az alkalmat, hogy behívjuk ide a mozaikba, hiszen világjárta ember, nagyon sokat van. Körúton, Budapesten él, Amerikában született, tehát hogy ebben a területen nagyon is otthon mozog, és nem csak. De a munkaerőpiacra fókuszáljunk, hiszen ez most egy nagyon égető kérdés, hogy a résztvevők hogyan is legyenek jelen a munkaerőpiacon, és az első és legfontosabb kérdésem indításként az lenne, hogy amikor valaki vállalkozásba fog, akkor mi a megfelelő vezetői hozzáállás, hogyan indítson a munkaadói körben? Igen, hát feltétlenül... Ilyenkor kezdővállalkozónál nagyon nehéz rászokni arra, hogy azért a humán erőforrás, az erőforrás igen, de humán is. És emlékezni kell, hogy nem termékgyártás, hanem embereket menedzselünk. És rá kell szokni arra, és ösztönözni kell, és az eszme, hogy na, én vagyok a főnök, és te csak csináld azt, amit én mondom, hogy csináld, az talán jó, de az abszolút nem fog egy olyan munkaviszonyt kialakítani, ami konstruktív, ami hatékony, ami sikerhez vezet, és így feltételül nagyon fontos a nem csak a munkaadó, munkavállaló viszony, és én pénzt adok neked is, na szervusz, hanem a csapatszellem kiépítés, a közös siker fókusz. Most nagyon sok minden elhangzott, igen. És már akár a közös siker fókuszt, hogyha említem, igen. Akkor ez már egy olyan alapvető cél, amit mind a két fél egyformán akarnia kell, és valahol a munkavállalói sajátjának kell érezze azt a célt. De még erre rálépnénk, arról is fontos beszélni, hogy milyen elvárásai lehetnek egy alkalmazottnak teljesen jogosan a munkaadójával és a körülményekkel szemben. Hát teljesen jogosan, természetesen biztonságos munkahely, de arra is számíthat, hogy azért egy olyan légkörben dolgozik, ami alatt nincsen nyomás, ami kihoz belőle a maximumot, és a munkavállaló érezze, hogy a cég éppen annyi az övé, mint a tulajdonosi, és a siker az közös siker, és már ez alapvető kérdés. Igen, hogyha azt mondom, hogyha közös célt emlegetek, hogyha a légkört emlegetjük, igen. Nagyon fontos valóban, hogy ne egy stresszes munkahelyünk pontosan. Legyen. Viszont most a jelenlegi felállás az a drágulások miatt mindenki nyomást érez magán, hogy nagyon sokan otthagyják a jól bevált egyébként igen. munkahelyeiket. Igen. A kérdés az, hogy... Ilyenkor hogyan mérlegeljen egy alkalmazott, mi minden szempontot vegyen figyelembe, amikor munkahelyet vált? Kérdés, minden a pénz? Nem minden a pénz, és jó, a pénz fontos, ezt nem lehet csak úgy félre rakni, de nem minden a pénz. Szép is jó, hogy valaki sokkal több pénzért elmegy, és messze kell utazzon, és akkor egyszer csak egy olyan légkör talál körülötte, ami stresszes, ami,
ami nem hozzáillő, akkor elég hamar lekopik onnan, és visszakerül oda, ahol volt, vagy valami hasonlóhoz, ugyanazon a szinten. Szóval nagyon fontos a munkaadónak, hogy egy olyan légkört készítsen körülötte, ahol maga a személy is otthon érzi magát, ahogy mondom, majdnem, mint hogyha saját tulajdona is lenne a cég, és saját magának a jövőjét is látja a cégben. Uh-huh. Az, hogy én elmegyek, dolgozok, lemellózom 8 órát, és szervusz, hazamentem. Tehát, hogy perspektívát lásson. Pontosan. Cégen belül, ő is látja, hogy jó, nem minden állás olyan, hogy karrier, meg uh-huh. hova megyünk, de azért kell lássa a munkavállaló, hogy neki mi a jövője. Uh-huh. 5 év múlva, 3 év múlva ugyanitt lesz, jó, de mit fog csinálni? És akkor is annyira fogja szeretni azt, amit csinál, mint most. Igen, itt most mindkét fél részéről megnéztük elméletbe, hogy Igen. mi minden kellene legyen. Igen. Na, de az elmélettel ellentétben mit mutat a gyakorlat? Hát a gyakorlat per pillanat az, hogy hát van ez a légkör, a nehéz munkaerőpiac légkör. Sokan ugornak, nagyon sokan meg vannak ijedve, a munkaadók és a munkavállalók meg vannak ijedve a légkörrel. De emlékezni kell, hogy minden olyan 10-15 évben van egy ilyen válság. Volt a szeptember 11 New Yorkban, volt a 2008-as bankszektori válság. Ezek vannak, történnek, átérünk, és akkor megint növekszünk. És így emlékezni kell, hogy jó, ez a mostani válság még fog, nem lehet tudni, minden indikátor azt mondja, hogy legalább jövőre még leszünk ilyen helyzetben, de akkor kijövünk belőle, és lesz jövő. És emlékezni kell, hogy nem pánikba esni, nem, na, magas az infláció, az energiárak elszálltak teljesen, azok is fognak visszajönni, és azonnal ugrunk, mert pénz kell. Igen, pénz kell, de azért építsük fel a jövőnket is. Legyünk olyan helyen, ahol mikor vége van ennek a válságnak, akkor nem vagyunk beakadva egy olyan állásban, ahol most nem tudunk kilépni, mert kaptunk valamilyen munka, magas bért, de az a jobb állás, ami ott van, az nem olyan jó a bér, de most már itt be vagyok keretezve. Nagyon fontos gondolatokkal és tanácsokkal zárjuk ezt a beszélgetést. Jó. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Azt hiszem, hogy mindkét fél részéről ez a tanács így megfogadható. Köszönöm szépen, Sándor. Én köszönöm szépen. Péntek este van, ha rég nem néztek meg egy jó filmet otthon vagy akár a moziban, tegyék meg a hétvégén, igazán jó kikapcsolódás és közös program tud lenni egy jó filmnézés. Mozizom rovatunk ma 2 mozi premiért ajánl, Német előtt hozza a részleteket. Üdvözlöm a nézőket, lássuk, milyen új filmek várnak ránk a mozikban. Egy igazán különleges román film nézhető nem sokára a mozikban, Hosszabbítás nélkül, avagy Föröpelundzsír címen. Vodka Dolna Szemna, Kollégia Szemna. Története szerint Violetta, egy idősek otthonának igazgatója, aki alkut köt a Városház egyik tanácsosával, terveket szőnek az Európai Uniótól származó források elsikasztására, amelyet a mellhely lakói különféle kulturális tevékenységekre használnának. A Városháza támogatja ezt, és nem mellékesen választási év is van. Mindenről nem tudva, Dinu az otthonban tartózkodó futballedző kollégáival szedett-vedett csapatot alakít, van köztük hegesztő, volt ügyész, volt kommunista káder, éjjeli őr és még egy magyar zsoldos katona is. Míg az igazgató pénzért és pozícióért küzd, a tanácsos és a polgármester valódi tétje sokkal nagyobb, mint az otthon lakóinak a szavazata. Grija pentru vârstnici este o prioritate pentru noi. Un bătrân de la efort aleșinat. Vajon Dinu képes lesz-e megmenteni a csapatát, amikor rájön, hogy minden összeomlik körülöttük, főleg az érdekfeszültség miatt, ami keletkezik közte és a vezetők között.
Ei nu știm ce înseamnă să trăiești cu amintiri. Ei nu știu ce înseamnă să trăiești din regrete. Ei nu știu ce înseamnă să trăiești. Hosszabb ítás nélkül egy univerzális történet az újrakezdés erejéről és arról, hogy nem hagyod magad megverni akkor sem, amikor minden ellened fordul. A vonulva éprika. Poi vedete aztán pékáre, és nem vama éprika. Poi nem elvesz még de pierdő csikarték a stítát. Pare in ordine. Ritka mostansága jó hollywoodi produkció, de úgy néz ki, mégis lesz egy nem sokára a mozikban. Ez nem más, mint az Amsterdam című. Harold, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. Got a dead white man in a box. Not even a casket. A napos oldal és az amerikai botrány Oscar-díjra jelölt rendezője David O. Russell új filmje egy eredeti, romantikus bűnügyi történet, ami három barát sztoriát meséli el. So, two soldiers and a nurse found ourselves in Amsterdam. Kik tanúik egy bűncselekménynek. We find ourselves in a situation where we're accused of killing someone, which is not true. Majd a fő gyanúsítottakká válnak. You and Woodman fled the scene. The killer pointed at us. We didn't do anything. Why would you possibly think that was us? Well, there's not too many people that fit the description of a doctor looking for his eye on the ground. Végül pedig ők lesznek azok, akik feltárják az Egyesült Államok történetének egyik legmegrázóbb összeesküvését. We need someone to help us to find the truth. My friend was killed because of something monstrous that he had seen. This is all turning out to be a lot larger than any of us. A film egyszerre elegye valós és kitalált eseményeknek, olyan sztárokkal a főbb szerepekben, mint Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek és Robert De Niro. This is one of the finest innovations from Zurich. It removes all pain. Guys like me, we have to turn to booze, the morphine, and that can lead to addiction. Oh, that's fast. Mm-hmm. That is advanced. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt már a Mozizom, találkozunk jövő héten is. Akinek a kezében életre kell egy hangszer, az hihetetlenül szerencsés, hiszen szavak nélkül képes kifejezni a legmélyebb érzelmeket, gondolatokat, képes a leghitelesebb önkifejezésre. Ez mindenképp igaz mai meghívottunkra, Kovács Anna Tünde gitárművészre, aki szerzeményeit videóklip formájában is megörökíti, hogy azok a hangok és a benne foglalt gondolatok ne csak egy előadás koncert erejéig legyenek élvezhetőek, hanem bárki számára bármikor elérhetőek, újra átélhetőek legyenek. Tünde legújabb szerzeménye az Awakening, azaz az ébredés, amely a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál keretében zeneszerzési kategóriában első díjat nyert. Most bejátszunk egy kis részletet a gitárműből, majd szerzőjét, előadóját is köszönhetjük öreinkben.
Gyönyörű hangzásvilágot tár elénk Kovács Anna Tünde gitárművész legújabb szerzeménye. Most őt köszöntjük itt köreinkben. Szervusz, Tünde! Én is szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is. És hát valóban ez az ébredés dal, ez szívet melengető, tehát feltöltő gondolatokat, érzésvilágot hoz el. Amikor szerezted a művet, akkor milyen gondolatok, érzelmek kavarogtak benned? A változás. Mindenképpen akkor egy olyan élethelyzetben voltam, amikor úgy éreztem, hogy nagyon meg fog változni az életem, és nem csak, hanem úgy a környezetemben is éreztem, hogy teljesen más szellők kezdtek lengedezni, és így is volt, mert 2019-ben megszületett a kislányom, és nem sokkal, hát 2-3 hónap után le is zárták a világot. Azóta már több alkalommal előadtad, hiszen ugye említettem a Harmónia Chordist is, ahol első helyet, díjat nyertél, ez mindenféleképpen nagy elismerés, de majd elmondod te, hogy mekkora elismerés ez. Amikor mindig játszod ezeket a szerzeményeket újra és újra, ugyanezeket az élményeket éled át, vagy mindig valami más új dolog jön be? Igazából... Az a lényeg, és azt szeretném a zenéimmel is átadni, azt az önvalóra ébredést, azt az utazást, amin én így átmentem, és utazok, azokat az élményeket szeretném a zenémbe belevinni. Igen, valójában érdekes volt ez a díj, mert nem igazán szeretem a versengést, főleg nem a zenevilágban, egy picit embertelenné tesz, de mégis egy lehetőségnek gondoltam, és akkor egy ilyen utolsó percben beküldtem, és hát egy rövid időn belül a szervező jelezte, hogy figyelj, megnyerted, és el is kell játszod. Úgyhogy ez valójában tényleg egy fantasztikusan jó lehetőség volt, de főleg az, hogy egy nagyon színvonalas nemzetközi gitárfesztiválon adhattam elő, és ami nagyon, nagyon szívemhez szólt, hogy a vásárhelyi közönségnek itthon játszhattam el, és ez igazából egy nagyon csodálatos élmény volt. Ez meg nagyon nagy elismerés az, hogy saját szerzeményt valóban első díjjal jutalmaznak, ez mindenféleképpen sokat jelent számodra, és a motivációt. Tehát ez egy olyan visszakapcsolás, ami azt hiszem minden művész számára kell. Videoklip formájában is megörökíted ezeket a szerzeményeket. Én elmondtam felvezetőmben, hogy szerintem miért, de mondd el te is, hogy miért. Igazából szeretném, hogy ami közel áll hozzám, ami én vagyok, azt egy picit úgy meg is tartsam. Most az jutott eszembe, hogy majd a kislányom megnézi 10, 20, 30, 40 év múlva. 50 év múlva, és valahogy hát a tavaly is egy gyönyörű dalt írtam a lányomnak, amit csellóval játsztunk fel, és az kifejezetten neki szólt. Meg hát valahogy úgy adni szeretnék, és én most ezt élem ebben az életemben, hogy a zeném által egy picit remélem, hogy jobbá tudom tenni a világot, és azért olyan vágyam is, hogy valójában tényleg egy ilyen videoklip formájában meg is álmodjam, hogy legyen egy vizuális kép is, és legyen a hangzás is ott. Igen, a vizuális képre is kíváncsi lennék, hogy ez mind a te ötleted, a te álmodod meg, hogy hol, és akkor milyen hangulata legyen annak a videoklipnek. Van segítséged ilyenkor? Igazából ez egy olyan szerzeményem, amit nem szerettem volna bezárni, tehát az épületek falai közé, és akkor úgy döntöttem, hogy jobban szeretném, hogyha kint lennénk a természetben, és valahogy úgy megélni azt az Isten közeli állapotot, mert ugye a zenével is ez a lényeg, hogy az Isten nyelve, és akkor a természet az a templom. Nekem valahogy ez a kettő nagyon egyben van az én lelkemben, és így éreztem, hogy ezt így kellene ezt a klipet rátenni, és igen, fantasztikus csapattal dolgozom a klipjeimen, nagyon vagányok az emberek, akik körülvesznek, hát végtelen hálám,
hogy Isten nekem ilyen csodálatos embereket küldött az életemben, hogy én ezeket meg tudom alkotni. Úgyhogy nagyon öröm volt ez a klip készítés. Utolsó gondolatként arról is beszélj, kérlek, hogy gitárművészként, de tanárként is, hiszen a művészeti, Marosvásárhelyi Művészeti Liceumnak vagy az egyik oktatója. Szerinted miért fontos, hogy legyen valamilyen hangszerismeretünk, hogy meg tudjunk szólaltatni egy hangszert? És ne csak meg tudjunk szólaltatni, hogy tudjunk játszani rajta. Nagyon fontos. Én a gyerekeket, fiatalokat folyton bíztatom, hogy a művészetek fele tekintsenek, de hogyha szeretnének zenélni, akkor nem árt egy nagyon jó hangszerismeret, egy hangszertudás. Az élet bármilyen területére kihat és segít. Ugye a testmozgás, az érzelmek kifejezése, a pszichés állapot, bármilyen élethelyzetben ott tud lenni, ami egy nagyon-nagyon nagy támasz, hiszen, mint ahogy az előbb is említettem, Istenhez közel tudunk lenni a zene által, és ez olyan kapukat tud a lélekben megnyitni, ami semmihez sem fogható. Én számtalanszor tapasztaltam már ezt életemben, amikor igazából nem voltak szavaim, vagy elfogytak, akkor ott volt a hangszer, vagy ott volt a zene, és jó volt leülni, és imádkozni, így is tudtam igazából. Úgyhogy hajrá, fiatalok, tanuljatok hangszeren. Nagyon szép gondolatokkal ajándékoztál meg ma minket itt a Mozaikban. Köszönöm szépen, Tünde, hogy eljöttél, és hajrá! Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Gyönyörű, feltöltő hangzásvilágot tárt elénk Kovács Anna Tünde gitárművész legújabb szerzeménye, és itt volt közöttünk, úgyhogy mi a továbbiakban folytatjuk műsorunkat, mégpedig a Főnix konyhával, hiszen a hétvégén a legtöbb család programja közt szerepel a sütésfőzés. Ilyenkor jobban megadjuk a módját az ebédeknek, vacsoráknak, nyugodtabban összeülhet a család, de előkészülünk a következő hétre is. Ha kifogytunk volna a receptötletekből, nézzük, mit ajánl ma a Főnix konyha séfje Karácsony József. Sziasztok! Ma egy szezonális krémleves fogok elkészíteni medvehagymából, de vigyázzatok, nehogy gyöngyvirágot vagy medvét szedjetek le helyette. Hozzá is látnék. Leturmixolom a medvehagymát. Ajánlatos, hogy előtte megmosni hideg vízben, mint ahogy ezen is látszik. Jöhet bele 1-2 gerezd fokhagyma. Éppen kettőbe vágjuk. Olívaolaj. Adunk hozzá citromolívaolajat is. Pár csepp citromlevet. És már lehet is turmixolni. Teszünk bele egy kocka vajat, olívaolajat adunk hozzá, egy fél decinit, és jöhet is bele a medvehagyma, le van turmixolva, nagyon jó az illata, nagyon egészséges, jöhet is fel a kályhára. Mint tudjuk, a medvehagymát azért elég sokféleképpen fel lehet használni a konyhában, mivel hogy szezonja is van, ugye meg is említettem, lehet húsokat tölteni be vele, lehet krémet készíteni, lehet kenyére kenni, például vajas kenyére. Nagyon nagy a fűszervilága, a fűszer íze. Most már le is díszteltük vajban, pici olívaolajban, jöhet a só és a bors bele. Adunk hozzá vizet, körülbelül egy 2 liternyi. És még amit lehet tudni róla, nagyon jó a gyomornak, a vérrendszernek, és főleg jó lakni belőle. Elnyomjuk a tojássárgát a tejfölben, lehet látni, hogy milyen gyönyörűen fog színeződni. Ugyebár ez pici edény, de majd át fogom tölteni egy másba, amiben össze fogom keverni a tejszínnel.
körülbelül egy-két kanál liszt kell hozzá. Krémesre keverjük. Ennél nem is kell vastagabb legyen a tejszínes eresztékünk, hogy ne legyen olyan túl-túl vastag, inkább krémes legyen. Azért is adtam hozzá a tojássárgát. Fontos, hogy találkozzon a meleg a hideggel, mert így nem fog kicsapódni. Összekavarjuk. Szépen, lassan. Nem kapkodunk. Hozzá is adom. És hagyjuk, hogy szépen lassan vastagodjon be. Amíg föl a medvehagymakrém levesünk, addig készítek egy pár szelet pirítóst. Ehhez egy ilyen magos bucit választottam. Nem a kenyeret kenem meg, hanem a serpenyőbe öntök olívaolajat. Durvasót fogok rászórni, az fog csak rápirulni. Most már lehet látni, hogy teljesen elkezdett forrni, úgyhogy maximum 3-4 perc, és már tálalom is. Próbáljátok ki ti is, jó étvágyat, sziasztok! Ha este 7 óra, akkor híradó, ne maradjanak le erről sem, Lovász Ágota fogja önöket várni. Szervusz Ágota, köszöntelek, átadom a szót. Szervusz Izabella, 3 olyan eseményről számolunk be, amely ma kezdődött és belenyúlik a hétvégébe. Kolozsváron zajlik a Janovics Jenő emlékkonferencia a filmes és színházi szakember születésének 150. évfordulója kapcsán. Gasztronómiai fesztivált szerveznek a Gyimes Középlokhoz tartozó Borospatakán, Taste of Transylvania néven. Sepsiszentgyörgyön pedig megnyitották a 7. székelyföldi grafikai biennálét. Összefoglaltuk és mutatjuk a nap legfontosabb híreit, 7 órakor kezdünk, számítok figyelmükre. Európai Tanács. Január 1-től megszűnhet az útlevél ellenőrzés a román-magyar határon, ha az Európai Tanács decemberben beleegyezik Románia csatlakozásába a schengeni övezethez. Az eddigi legnagyobb ellenző Mark Rutte, holland kormányfő, jövő héten Bukarestbe látogat. Üzleti szféra. Kárpát-medencei magyar üzletemberek találkozójának adott otthont a Marosvásárhelyi Kultúrpalota. Elhangzott, erős gazdasági visszaesésre és inflációra számítanak a közeljövőben is, és felértékelődik az alternatív energiaforrások szerepe. Gasztrofesztivál. Taste of Transylvania, azaz Erdély íze címmel szervezne gasztronómiai fesztivált a Gyimesi Skanzenben. A találkozó egyszerre szakmai konferencia, illetve lehetőség a tanulásra, kóstolásra és a hagyományos főzési technikák bemutatására. A folytatásban ruccanjunk ki Erdély kulturális programajánlójával, a Kimenővel. A következő időszak kínálata színházi előadás, kortárs és művészeti fesztivál, mesterkurzus, könyvbemutató. Nézzük a részleteket! Köszöntök minden kedves nézőt, sziasztok! Ma október 7-e van, péntek. 1912-ben ezen a napon született a világhírű Tátrai Vilmos hegedűművész, valamint 1982-ben ezen a napon mutatták be a New York-i Broadway-n a Macskák című musicalt, amely aztán a Broadway történetének egyik leghosszabb ideig futó darabja lett. Tartsanak velem, kimenünk van! Tamási Áron Ősvégasztalás című drámája majdnem 50 évvel a megírása után került a nagy közönség elé. A darab az életbe vetett hitről, az újrakezdés lehetőségéről szól. A műben benne szunnyadozik a túlélés ígérete, a megmaradás záloga. Nem a kesergés, hanem az akarás útja, az összetartozás.
Az ősi hagyományok elvetésével megszűnik az ember és a természet harmonikus kapcsolata. Helyét a káosz és az erkölcsi szennyezettség foglalja el. Tamási Áron Ősvigasztalás című drámáját október 8-án 20 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagytermében láthatja a nagy érdemű. Rendező Béres László. 8. alkalommal szerveznek Pulcárt Kortárs Művészeti Fesztivált október 13-a és 16-a között Sepsiszentgyörgyön, melynek idei kiadása az Újraértelmezés címszó köré épül. Idén is színes a program kínálata a fesztiválnak. Sepsiszentgyörgyre többek között brit, francia, német, belga, magyar, horvát és iráni művészek, előadók és alkotások is érkeznek. Széles közönséget szólítva meg a gyerekektől egészen a szakmai közösségekig. Csupó Gábor mesterkurzus és könyvbemutató Kolozsváron. Október 8-án a 22. Filmtet Fest vendége a világhírű animátor, animációs film rendező és producer. Csupó Gábor karrierjét a 70-es évek elején a Mézga Aladár sorozat fázisrajzolójaként kezdte, majd Amerikában robbant be a Simpson családdal, amely világhírnevet hozott számára. Generációk nőttek fel kultikussá vált rajzfilm sorozatain és egész estés animációs filmjein. Karrierje során 20-szor jelölték a legrangosabb televíziós elismerésre, az Emmy-díjra. Az esemény minden érdeklődő számára nyitott, a belépés ingyenes. Ennyi volt a mai kimenő, most már tudják, mit lehet látni, hallani és hová érdemes menni, szóval nincs mentségük az otthonülésre. Szórakozzanak jól, kellemes, napsütéssel teli őszi napokat, a viszontlátásra! Kedves nézőink, köszönöm a heti figyelmüket, köszönöm kollégáim segítségét, pihenjenek a hétvégén, kapcsolódjanak ki. Ha lemaradtak volna valamely mozaikunkról, visszanézhetik szombaton és vasárnap délelőtt 10 órától, legyen szép estejük, viszontlátásra!